kedves kiállító, kedves vendégek, szeretettel köszöntök mindenkit a 34. Agromas Expo-n. Kilenc pavilon, 38 ezer négyzetméter alapterület, azaz a teljes Hung Expo területe, 350 kiállítóval a magyar és a nemzetközi piac szereplőinek színe java. Magyarország agráripari csúcsrendezvénye január 27-e és 30-a között. 34. Agromes Expo és 6. Agrárgép Show. Input gépesítés és logisztika hármasának egységére épülő kiállítás és vásár tízezreket vonzott a Hung Expo területére. No, nem csak a gazdákat, hiszen a gépcsodák monumentalitásukkal mindenkit lenyűgöznek. És valóban, itt voltak a legnagyobbak, a legmodernebbek és a legszebbek. A gazdák és a gyártók legfontosabb és legnagyobb eseménye ez évről évre, talán nem véletlenül. A 2014-ben jelentős eredményeket felmutató hazai mezőgazdaság az elmúlt esztendőben 2%-kal növelni tudta a belföldi értékesítést, miközben a kivitel értéke továbbra is kimagasló eredményeket mutatott, elérte a 470 millió eurót. A megnyitón dr. Fazekas Sándor miniszter ennek jelentőségéről beszélt. Hogyha az elmúlt évekre visszatekintünk, akkor köztudott az, hogy 2014, amely a mezőgazdaságban rekordév volt, a mezőgépgyártásban, gépforgalmazásban is ennek tekintető, és ehhez képest 2015-ről is elmondható, bár a végleges adatok még nem állnak rendelkezés, hogy jónak tekintető, hiszen az ágazat megőrizte a pozícióit a belső piacon, élni tudtunk a közös agrárpolitikai ciklus zárásából fakadó pénzügyi lehetőségekkel. Tavaly a gazdálkodók több mint 100 milliárd forint értékben vásároltak mezőgazdasági gépeket, és itt különösen jó hír az, hogy mintegy 300 arató cséplőgép kombány kelt el a tavaly előtti 190 darabbal szemben. A felmérések azt mutatják, hogy a gazdák 90%-a tervez fejlesztéseket, ez egy nagyszerű dolog, és hogy a gazdáknak kétharmada gépet szeretne vásárolni. Az adatok azt mutatják, a magyar mezőgazdaság fölfelé ívelő pályán halad előre. A nyugathoz képest elmaradott szakadékot sok területen sikerült átugrani. A versenyt felvettük a világ élvonalával. A kiállítás bemutatta a hazai mezőgépgyártás teljes vertikumát. Olyan eszközökkel találkozott a gazda, melyekről évekkel ezelőtt álmodni sem mert. Ma pedig már elérhető bárki számára. GPS irányítású önműködő rendszerek, arató, cséplő, betakarítógépek, traktorok, öntözőberendezések, talaj- és növényvédőszerek, valamint módszerek, melyek még intenzívebbé és gazdaságosabbá teszik a termelést. A világ élvonalában nagy cégek, de kis és közepes magyar vállalkozások is kiváló minőségben képesek termelni, és ezt számokkal is alá tudjuk támasztani, hiszen a magyar mezőgépgyártás termelésnek 80%-a az exportra megy. Ott is megállja a helyét, ott is keresett termékek ezek, de egyúttal szilárd hátteret jelentenek, megbízható hátteret szolgáltatásokban, szervizben, a gépek színvonalában a magyar gazdák számára. És ez egy külön érték, mert van, ahol ezt nem mondhatják el az adott országban, a külső erőforrásokra vagy szakértelemre kénytelenek támaszkodni, míg Magyarországon helyben megvan minden, ami ahhoz kell, hogy eredményesen lehessen termelni. Az Agromas Expo termékverseny pályázatára idén 45 fejlesztést talált elismerésre méltónak a zsűri. Hazai és nemzetközi termékfejlesztési okleveleket, külön díjakat és nagy díjakat adtak át az arra érdemes gyártóknak. Bálázók, vetésellenőrző rendszer, rakodógép, műtrágya bemérő alkalmazás, pótkocsi és traktorok csak néhány a díjazott termékek közül. A Kühne külön díjas precíziós talajelőkészítőjét elsősorban hazai piacra gyártják, megnövelt hengerátmérővel, nyújtott elrendezésben készül.
Ennél a gépnél figyelembe vettük a vevők visszajelzéseit, ahol megnöveltük a hengerek átmérőjét, ezáltal egy könnyebb vonóerőigény lép fel a gépnél, tehát könnyebb vontatású, ezáltal gazdaságosabb az üzemeltetése. 3D-s luttalapkapákat helyeztünk fel, melyek a mikrorögzítések következtében jobban aprítják a talajt, illetve a hátsó hengerek kialakítását úgy csináltuk meg, hogy táblavégi fordulókor nem kell kiemelni a gépet, hanem a hátsó hengereken lehet fordulni, ezáltal gyorsabb művelést lehet elérni a géppel. Az Austrodiesel traktora a családi és középvállalkozások gépe, de nagyobb gazdaságoknál célgéppé is válhat. Manapság megváltozott az elvárás a traktorokkal szemben teljes mértékben, ha akár a 10-15 évvel ezelőttivel is hasonlítjuk össze. Az automata kormányzási rendszerek, GPS-ek, 2 cm-es pontosság, a hatékonyságnak a hajszolása, az elvárása, vagy akár a környezetvédelmi besorolásoknak való megfelelés is mind új kihívásokat támasztanak a gyártók elé. Ebben a traktorban, amiben ülünk, ez a Hannoveri Agritechnikán is díjnyertes gép az Agromos Expón is díjat kapott az innovációért. Ez pedig nem más, mint a vadonatúj 4,4 literes 4-hengeres Sisu motor, amely teljesíti ebben a kategóriában az egyik elsőként a Tier 4 Final környezetvédelmi előírásokat is, tehát azt mondhatjuk, hogy a legmodernebb motorról van szó. De ami a gazdálkodóknak nagyon fontos, az az, hogy az üzemanyagfogyasztásra is kedvezően hatnak a fejlesztések. Mindenféle gép megtalálható, és a magyar gazdák élnek is ezzel a lehetőséggel, az elmúlt évben is viszonylag jól alakult a mezőgép forgalmazás. Másfélszer annyi kombányt sikerült eladni, mint 2014-ben, ami rekordév volt minden szempontból, és én arra számítok, hogy az idén is a vidékfejlesztési támogatások felhasználásával, amelyeket a miniszterelnökség ír ki, illetve a Nemzeti Banknak a rendkívül kedvező gazdaságfejlesztő hitelével élve, amely 300 milliárd forint, további eredményes évre lehet számítani. A gazdák 66%-a gépet akar vásárolni, ez a feltételek adottak. Magyar mezőgazdasági gépgyártáson belül, hogy a napraforgó, illetve kukorica betakarító vágó asztalokat gyártó cégek, azt mondom, hogy a világpiacon is vezető pozícióban vannak. Ugye, hogy milyen elvárások vannak itt a gépekkel kapcsolatban. Tehát egyértelműen, ugye, hogy gazdaságos legyen az üzemeltetésük. Ennek ugye több összetevője van. Első, hogy ugye minél kevesebb veszteséggel dolgozzanak, minél kevesebb energiát, illetve üzemanyagot használjanak fel, illetve minél kisebb karbantartás igénye legyen egy ilyen gépnek. Nyilván ennek a három összetevőnek egyszerre történő megléte, ugye, segíti a gazdák munkáját, illetve termelékenyet. A modern, a kor követelményeinek minden tekintetben megfelelő, üzembiztos, gazdaságos gépek azonban még kevésnek bizonyulnak a megfelelő talaj és növényvédelem nélkül. A kiállításon külön díjas termékek mutattak utat a megfelelő gazdálkodás irányába. A biofil borsó és szója talajoltó baktériuma csak egy a lehetőségek közül. Hogy milyen jól látszik ezen a felvételen, az, hogyha kezeletlen, az, hogy megtámadja a gomba, a kezeltet pedig mennyire nem. Igen, mert a mi baktériumaink, a készítőjükben lévő baktériumok, azok sokkal versenyképesebbek, mint a talajban élő esetleg növénypatogén mikroorganizmusok, például gombák. És itt látszik, igen, hogy mennyire kiszorítják a patogén gombákat, tehát nem tudnak elszaporodni. Igen, ez a kezdet a baktérium készítményünk, a szárbontó készítménye volt kezelve, és például a fuzárom az elég veszélyes gomba, ami ugye még toxikus ember, és több toxint termelnek, és ez szokták is mérni ugye a búzabetakarítás, a kukorica után, hogy nehogy belekerüljön élelmiszerbe is. A KITE integrált növényvédelmi rendszere jó példa a megfelelő minőség eléréséhez.
Ez azt jelenti, hogy különböző növényvédelmi, illetve termesztés technológiai lépéseket, meg technológiákat ötvözünk, gyakorlatilag abba az irányba, hogy minél kisebb legyen a veszélyterhelése, minél egészségesebb élelmiszert lehessen előállítani akár a fóliasátrakba, akár a gyümölcsösbe. Egy jó minőségű terméket úgy lehet csak előállítani, ami piacképes, hogy annak egészségesnek kell lenni, úgyhogy ezeket a technológiai elemeket nem lehet elhagyni. Illetve hát a biológiai védelemnek azon részét használjuk, hogy bizonyos kártevők ellen, a károsítók ellen hasznos élő lényeket használunk, amelyek ugye predátorok és elpusztítják, illetve egy biológiai egyensúlyt tartanak fönt a kártevő rovarokkal. A növényvédelem szempontból teljesen természetes, ugye egy egészségesebb, erősebb növény mindig nagyobb produktumra képes. Információ és szaktudás. Ma már elengedhetetlen kelléke ez a modern és eredményes gazdálkodásnak. Míg egyik oldalról, például mezőtúron, ismét indul az agrármérnök tanárképzés, addig a másik oldalon az egyre bővülő szaklapok adják meg a kellő információt a fejlesztésekről, pályázatokról és megoldásokról. Épp arról beszéltünk a kollégákkal, hogy itt a fejlődést mennyire nyomon tudjuk követni. A lapcsaládomban tartozik az általános agrárgazdasági heti laptól kezdve, kertészeti lapokból három, van méhészet, kistermelők lapja, tehát lefedjük tulajdonképpen az egész agrár termelői piacot, és azt érezzük mi is, hogy ha jól megy a mezőgazdaságnak, ezt úgy értem, hogy annak a nagy magyar mezőgazdaságnak, akkor jól megy a lapkiadóknak. Olyan mértékű információ, dömping jut egyébként el a gazdákhoz, amiben nekik is válogatni kell, szelektálni kell, és mi ebbe próbálunk segíteni úgy, hogy a mi honlapunkon úgy jelennek meg az információk, hogy bizonyos információ általában, és utána meg akinek egy-egy speciális területre, az öntözéssel, a kertészettel, a borászati szakmával összefüggésben van kérdése, akkor el tudja írni. A nagyok mellett a vidéki mezőgépgyártás, a kisebb, akár családi vállalkozásban működő cégek is bemutatkoztak. Kecskemét, Győr, Abony, Törökszentmiklós mind letette névjegyét, némelyikük a nemzetközi piacon is. Helyzetük azonban nem könnyű. Nem könnyű, de ha belegondolok a 40 éves munkásságom alatt, a mezőgépiparnak igazi gazdája soha nem volt. Valamikor, amikor a KGM-hez tartoztuk, mondták a mémbe, hogy ti oda tartoztok. A mi KGM-be voltunk, mémbe mentünk a KGM-hez. Tehát az egy nagy gond, hogy gazdátlan volt a mezőgépipar nagyon régóta, aztán tulajdonképpen az Európa Unióba való belépésünkön még nyitottabbá váltak a piacok, és az azt jelentette, hogy a magyar hazai gépgyártásnak, akinél az innovációhoz nem mindig adtak elegendő pénzt, olyan cégekkel kellett fölvenni a versenyt a termékfejlesztésben, a gyártástechnika fejlesztésben, hogy megközelítőleg azok a minőségek jöjjenek. Ez alatt azt értem, hogy lézervágógépek, a felületkikészítés, a szereléstechnika, és a természetesen a marketing. Még ez utóbbit legjobban megtanulták a magyarok, mert elég sok beszállítónk van, és elég sok altdílerünk van, tehát mind a két oldalra kapcsolatban vagyunk. Nagy nevű cégek is elismerik azért a tevékenységünket, nevezetesen a Klász Hungária, az Axial Kft., a Kite is. Vásárol is gépek tőlünk, meg mi is adunk el oda dolgokat, meg mi is vásárolunk. Tehát egy ilyen ad-hoc, barteres dolog ki tudott alakulni, amely jó forma. Sokan évről évre visszatérnek, akár csak nézelődni, ismerkedni az újdonságokkal.
míg a szakemberek tárgyalnak és a szakmai fórumokon vesznek részt, addig mások a gyerekeket vezetik be ebbe a különleges világba. Én a nagyon kedves kollégámnak az ismerőse vagyok, igen? És én csak eljöttem kivicként, úgymond. Aha. Ő szeretne vásárolni egy talajelőkészítő, töltetesen egy kombinátort, és most elfelől érdeklődnek. Egyébként mennyire, akár laikusként, mennyire elégedett a kiállításon? Ó, nagyon. Hát mert azért vagyok elégedett, mert olyan, amilyet vártam. Kicsit féltem a kasszáknál, de előre sikerült a belépőjegyeket elintézni interneten keresztül, és így nem kellett várnunk többek között. A monumentalitásáról meg elmúlt évek gyakorlatának megfelelően jó. Tehát úgy gondolom, hogy én meg vagyok elégedve. Minden olyan dolog megtalálható, amit én meg szerintem a gazdatársak keresnek. A gyereknek már babakocsis kora óta minden évben ez a program február elején, hogy hozzuk az agromasra, és hát kihagyhatatlan, most még betegen is elhoztuk, szeretjük ezt a kiállítást. Hát a kínálatot tekintve a bőség zavara, itt csak pénz kellene, hogy megfelelő gépet tudja magának vásárolni az ember, nagyon tetszik. Női szemmel milyen a kiállítás? Hát nagyon jó, csak nagyon fárasztó nekünk nőknek. Hát mert hogy mi igazándiból megnézzük, hú de szép, meg hú de nagy, és nekünk ennyiből kifújt az egész. A férfiak üzletelnek most éppen, úgyhogy mi csak itten várjuk őket, leültünk ide egy kicsit. Mezőgazdálkodunk mi is, és a unokacsém is már megfertőződött ezzel a dologgal, és már nyáron is volt kint velem aratni, aztán most kíváncsi volt egy nagyobb John Deere-ra, milyen régebbivel dolgozunk, hogy milyen lehet. Na, Bendi, milyen volt? Nagyon kafa. Mi volt benne a kafa? Hát, nagy hatalmas volt. Nagy hatalmas volt. A fülke jobban tetszett, mint a miénknek? Igen, mert hogy meg az ujjakat nehezebb ellopni, nem? Igen, mert be volt zárva az ajtaja, és ezért úgy gondolta, hogy nehezebb elvinni, mert még mindig nyitva van, ugye? Szakemberként milyen elvárások vannak akár egy ilyen géppel kapcsolatban, meg maga a kiállítással kapcsolatban? Hát igazán most a kiállítással kapcsolatban mégis újdonságokat szerettem volna is most megnézni. Még kisebb területeken gazdálkodunk, tehát ez csak nekem is egy újdonság ez a gép. Én a mellettem lévő gépet néztem meg úgymond, hogy továbbfejlesztés céljából. Én inkább azt szoktam szem előtt tartani, hogy ne legyen túl elektronizálva, bonyolítva a gép, és minél könnyebben lehetősen kezelni. Jelenleg Mosonmagyaróváron tanulok, most vagyok másodéves. Majd most fogok gyakorlatra menni Sárváron a Mezor ZRT-be. Jelenleg még nincsen egyéni földünk, saját földünk. Röviden. Ez cél. Igen, persze, ez cél lesz. A jövőben majd saját földdel akarok, saját földön akarok gazdálkodni. És ahhoz nem elég korán kezdeni, meg kell nézni a gépeket. Milyen a kínálat, mi az, amit keresel, mi az, ami érdekel? Hát ilyen esetben csak nézelődök, hát az még távoli. A jövőben, hogy majd esetleg vásárolni fogok, de a kínálat az jó sok. Népessége folyamatosan növekszik, tehát az biztos, hogy az élelmiszerre hosszú távon fokozottan szükség lesz. Ebben nekünk nagyon komoly lehetőségeink vannak, amiket majd tudnunk kell kihasználni. Erre a felkészülést érdemben tudja szolgálni a vidékfejlesztési program sok olyan pályázata, ami a vidék népesség megtartó erejét, illetve a teljesítmény leadó képességét javítja, illetve növeli. Jogos elvárás a gazdatársadalom részéről az, hogy a miniszterelnökségi pályázatok azok haladéktalanul jelenjenek. Nagyon fontosnak tartom azt is, hogy a megfelelő hitelezési háttér rendelkezésre álljon. Az a beruházási hitel, amelyet a Magyar Nemzeti Bank működtet, kifejezetten eredményes, és január 1-től elindult az agrárágazatban a nagy sikerű hitelprogram harmadik szakasza, két egyenként 300 milliárd forintos kereszt összeggel, ekkora tétellel 600 milliárd forint hitellel tudunk számolni.
magyar mezőgazdaság méreténél fogva nem akkora volument állít elő, hogy azzal mi dömping termékekben versenyezni tudnánk a nagy előállítókkal. A magyar mezőgazdaságnak egy kitörési pontja lehet ez pedig a magas minőségnek az előállítása. Itt ugye törekedni kell arra, hogy a feldolgozottságot folyamatosan növeljük, és itt azért komoly odafigyelést igényel a feldolgozóipar, az élelmiszer feldolgozóipar, ami félő, hogy a szűk keresztmetszete lesz a további fejlődésnek, amennyiben nem sikerül olyan fejlesztéseket megvalósítani, amelyek világszínvonalúvá teszik a feldolgozást, hiszen ez egyébként azt is jelenti, hogyha ez a fejlesztés elmarad, hogy a magyar termékeknek a belföldi piaca, az alapanyagoknak a belföldi piaca érdemben fog csökkenni, ez mindig egy kiszolgáltatottság, arról nem is beszélve, hogy ez egyébként munkahelyeket exportálunk. Olyan évek vannak, vagy olyan év van, amikor majd nyitják a pályázatokat, de úgy érzem, hogy ennek a lecsapódása inkább 2017-18-ra várható, mert nyitogatnak már meg szerencsére pályázatokat, de még úgy generálisan nagy átterülést itt az első fél évben, de lehet, hogy egész évben is nem következik be. Gondolom, hogy az elmúlt 15 évben az egy folyamatos technológiai fejlődés volt megfigyelhető a kisebb gazdaságokban, ugyanúgy, mind a nagyobbakban. Tehát itt nagyon sok olyan családi gazdaság van, amelyik szinte világszínvonalon gazdálkodik, ugyanakkor nem lehetünk elégedettek, hiszen mondjuk a termés átlagokat nézzük, azért még mindig el vagyunk maradva nyugat-európaitól, de hogy példák mutatják, nem a méret dönti el, hogy valaki jó technológiai színvonalon gazdálkodik, vagy nem, hanem inkább sajnos az újdonságokra való nyitottság, az új technológiák alkalmazásának a készsége, a tőkeerő ezért érdemben befolyásolja. Itt nincs más hátra a kis közepes vállalkozások számára, mint hogy együtt kell dolgozni, együtt kell gondolkodni, valamilyen formában integrálódni, szövetkezni ahhoz, hogy képesek legyenek megfelelni azoknak a kihívásoknak, amiknek egyébként nyugat-európai versenytársaink szintén csak együttműködve tudnak megfelelni. Csak önállók teljesen más volt a történelmi múlt, őnekik a szövetkezés az egy organikus fejlődés eredményeképpen jutott el arra a szintre, ahol most tart. Nálunk sajnos több lépcsőfok kimaradt, és hogy a megnyitóra én is visszautaljak, itt nekünk több lépcsőfokot kell egyszer átugrani, és ugye ezt a szakadékon se lehet több lépcsőben átjutni, ott azt egyszerre kell megugrani. Nekünk is egy elég széles szakadékot kell majd egy lépésből átugrani, és egy kicsit hátra kell lépnünk, hogy lendületet vegyünk, de én úgy vélem, és ebben hiszek, hogy a magyar mezőgazdaság, a magyar vidék erre képes lesz.